Amikor képek módosításával foglalkozunk, nagyon fontos foglalkoznunk a kép színhőmérsékletével. A színhőmérséklet az tulajdonképpen egy érzet, hogy azt az adott képet azt hidegnek vagy melegnek érezzük. Itt a mintaképek között van például ez a kép, egyértelműen ezt a képet melegnek érezzük, egy melegségérzet kapcsolódik hozzá. Érdekes módon ennek a képnek egyébként a színhőmérséklet éppen hogy alacsony. A magas színhőmérsékletű képeket pedig igazából inkább hidegnek érezzük. Tulajdonképpen a legegyszerűbb úgy megfogalmazni, hogyha egy képet kékes árnyalatúnak látunk, annak a színhőmérséklete magas, és mi hidegnek érezzük. Ha pedig egy képet sárgásabbnak, barnásabbnak érzünk, akkor annak a színhőmérséklete alacsony, viszont mi melegebbnek érezzük. Ha megnézzük ezt a felvételt, ahol különböző időpontokban a napot és a környezetét fényképezték le, akkor jól látszik ez az összehasonlítás. Tehát amikor magasan jár a nap, akkor nagyon kékes az egész képnek a színárnyalata, magas a színhőmérséklet, és minkább mi hidegebbnek érezzük az egészet. Naplementekor pedig a színhőmérséklet alacsonyá válik, ez egyébként Kelvin fogban van megadva, és mi sokkal melegebbnek érezzük a, a képet. Ugyanez természetesen nem csak a természetben igaz, hanem egy belső mesterséges megvilágítású lakásban is. Tehát ha éppen izókat, vagy most már inkább LED izókat vásárolunk, akkor ha egy lakásban vásárolunk izót, akkor inkább a melegfehér színeket kell választani, ha pedig egy munkahelyre, vagy olyan helyre, olna, ami nagyobb koncentráció képességet és készséget igényel, ott meg a hidegfehér színeket érdemes választani. Tehát munkahelyen inkább a természetes és hidegfehér, otthon a melegségérzet elérése érdekében pedig inkább a melegfehér színeket kell választani. Na nézzük meg, hogy ez a mi esetünkben hogyan fog működni. Letöltöm azt a képet, amelyikhez, amelyikre nekünk itt szükségünk lesz, Open Image, és az alacsony színhőmérsékletű képet fogom megnyitni. Ez természetesen, mivel alacsony színhőmérsékletű, ezért egy melegebb árnyalatú kép lesz. Látjuk, hogy itt mesterséges megvilágítás volt, tehát maga a kép egy nagyon meleg kép. Ahhoz, hogy ezt a képet természetesebb. Színhőmérsékletére hozzuk, ehhez az Adjustment menüt fogjuk használni, és rögtön szemünkbe ötlik ez a Temperature and Tint menüpont, ami a színhőmérsékletet változtatja. Ahogy látjuk, az alacsony felé kell majd mozdulnunk, tehát szépen húzzuk el a kék irányába, csak hát az a helyzet, hogy ezt a képet természetesen egy meleg. Megvilágítással készítették. Emiatt, ha mi húzzuk nagyon a kék irányába, akkor elkékülnek a képnek az elemei. Ezért csak óvatosan kell ezzel bánni, de minden esetre egy kb. 50%-nyit lejjebb húzhatjuk a, a hideg irányába. Ezt elfogadtatom. Következő lépésben megpróbálok még valamit állítani rajta például nem ártana, hogyha az egész kép egy kicsit világosabb lenne, úgyhogy itt az exposure nagyon kicsit óvatosan följebb húzom a fényességet, elfogadtatom, továbbra is az adjustmenthez megyek, és itt pedig a color balance, vagyis a szín egyensúlyt fogom még megnézni. A szín egyensúly vörös, zöld és kék csatornákra bontva állítható, az árnyékos, a középfényerejű és a nagyon fényes területek külön szabályozható. Ennél a képnél érdemes kipróbálni, illetve hát minden képnél, amelyiket módosítani akarunk, hogy mi történik akkor, ha elmozdítjuk valamelyik irányba a csúszkákat. Tehát, hogyha a vörös színeket elkezdem megtolni, akkor nyilván vörösebb lesz az árnyalat, ha meg lejjebb veszem, akkor meg veszít a vörösségéből. Valószínűleg ez egyébként segíteni fog ahhoz, hogy a melegségből veszítsünk egy kicsit, úgyhogy lejjebb veszem a vörös árnyalatokat, és a zöldből, meg a kékből, akkor válaszul egy kicsit hozzáadok. Nem sokat, mert akkor nagyon elmegy kékesbe, meg gondolom az sem túlságosan jó, hogyha Fionát csinálunk ebből a lányból. Tehát így megfelelő lehet körülbelül. Ezt elfogadtatom. És még érdemes kipróbálni néhány menüpontot. Talán a vibrance, vagyis a színélénkség állítással. Én itt azt csinálnám ezzel a képpel, hogy egy kicsit lejjebb veszem a színélénkséget. Nem nagyon, mert akkor majdnem fekete-fehér lesz, hanem csak egy kicsit. Hogy egy picit természetesebbé váljon a kép. Elfogadtatom, és esetleg még a hue and saturation, vagyis a szaturáció, ez a szintelítettségnek a töltését, vagy a szintjét fogom lecsökkenteni. Ha teljesen lecsökkentem, akkor természetesen fekete-fehér a kép, csak egy picit, éppen annyira, hogy ne legyen annyira nagyon színes ez a kép, és elfogadtatom. Ha valamelyik lépést vissza szeretném vonni, akkor itt egyen, egyszerűen a historiban visszáblépek, egyet-egyet, és látszik, hogy milyen műveleteket hajtottam végre. Ha valamelyiket szeretném, akkor oda lépek újra. Ezzel persze óvatosan kell bánni, mert hogyha visszalépek valóba, és most egy újabb műveletet végeznék, akkor ezek már elvesznének. Tehát mindig a legutolsó aktív lépéstől tudom tovább szerkeszteni a képemet. Tehát innen indultunk, színhőmérsékletet csökkentettük, a fényességet növeltük, színegyensúlyt egy kicsit megváltoztattuk, az élénkséget csökkentettük, a szaturációját egy kicsit csökkentettük, és még egy trükköt megpróbálok ezen a képen, ez a filter menüben van, ez a ködösség csökkentés, és megnézzük, hogyha a képnek a ködösségét csökkentjük, akkor mi fog történni, hát igazából elsötétedik, talán egy picit lehet rajta állítani, így. És akkor, hogyha összehasonlítjuk az elejével, innen indultunk, és ezt kaptuk. Ugyanez persze fordítva is igaz, hogyha megnyitom a magas színhőmérsékletű képet, ez jellemzően egy ilyen magas színhőmérsékletű kép, az szabadtéren szokott készülni, és picit kékes az árnyalata. Itt nem kell olyan nagyon sokat bonyolítani ezen a képen. A temperature csúszkával egy kicsit elkezdem növelni a színhőmérsékletet, tehát nem nagyon, tehát nem akarom, hogy elmenjen barnába, mert akkor már nagyon instagramos lesz, hanem egyszerűen csak egy picit megtolom, hogy ezek a, ez a kék árnyék, ez inkább szürke legyen. És amikor elérte a szürkét, akkor valószínűleg jó is a képen.